Zsinórban negyedik meccsét nyerte meg a Szkolgol Kecskemét a férfi futszál NB1-ben, miután tegnap este 4-2-re diadalmaskodtak a Debrecennel szemben a Messzi István sportcsarnokban. Az első félidőt totálisan uraltuk, 3 gólos előnyt szereztünk, és ez a lehetőségeket tekintve több is lehetett volna, kezdte az értékelést Márko Gavrilovics sportigazgató. A hajrában ajándékoztunk a Deacnak 1 gólt, majd létszámfölényben lőttek még egyet, de tudtunk rá reagálni, és megszereztük az értékes 3 egységet. Büszke vagyok a csapatra, így kell játszanunk minden meccsen tovább. Komoly derbik várnak ránk, 3 jön egymást követően, rövid idő alatt. Dolgozunk tovább, hogy minél több egységet szerezzünk ezeken a megmérettetéseken is. Köszönjük szurkolóink támogatását, sokat jelentett számunkra, zárta gondolatait Márko Gavrilovics. A Szkolgol következő mérkőzését a Berettyóújfalu ellen vívja idegenben szeptember 16-án hétfőn.